Üdv, 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 üdv. Belaggolta beszélőkém. Sziasztok, srácok! Nem tudom, mikor megy ki ez a videó. Kicsit így vegyítve vannak a vlogokkal, amint tudjátok. A mai videóban megkértelek titeket, hogy itt vagyok én, látsz engem, photoshopoljatok meg. Nem egy hú, de nehéz dolgot, szerintem. De aztán mindjárt meglátjuk. Tele van ezzel a trenddel a For You, és ez muszáj volt. Abosi Barna, amikor meglátja, hogy Abosi Zöld leül egy kamera elé. Srácok, ez borzasztó. Ez ritka fos. Ez ritka fos. Már bocsánat. Értem a poén részét, de ez ilyen, megfogom a klaviatúrát és... Ez hülye, hallod? Én azért szúrnám. Ez hülyék vagy, mi a szar? Így néznék ki csajként? Van egy Trio Podcast adás, nem tudom, lehet itt látjátok, ahol kicserítük az indexképen magunkat lányokra. És egyébként ott nagyon sokan írtátok, és nem tudom, hogy jó-e vagy nem, hogy ez bóke vagy sem, de hogy én tök jó csaj lennék. Azt a rohadt nálat! Ez hány kiló lehet pluszba? Most vagyok olyan 72 kiló, azt szerintem itt több lennék, mint 100 kiló. Ez szerintem egy olyan plusz 40 kiló lenne itt. Barni, amikor elsőre nyer Fall Guysban. Jó fejek vagytok. Szerintetek szeptemberben nyertem egy meccset is Fall Guysban? Szerintetek? Eho, Mexico! Én nem tudom, mi volt az elképzelés, de jó! Ez jobb volt, amíg nem nyitottam meg nagyba. Háttérben vannak jalapenyók, van egy mexikói kalap rajtam, ki vagyok sminkelve, totál más színű a szemem, van egy bajszom, van egy fogszabályzom, holott szerintem rendben vannak a fogaim, tele vagyok burítóval és tele vagyok műkörömmel. Mi a fasz? Találtam egy nagyon régi gyerekkori képet. Figyú, ez nem régi kép, ez a mostani, ez vagyok én. Pontosan megnézitek, ez vagyok én szeptemberben, srácok. Meg ez, egy harcsa, jól áll a bajusz, szenyor. Magyar Top G! Ez szar! Andrew Tate-et most kibannolták mindenhonnan. Én egyébként nem mondom azt, hogy követtem őt, de úgy oltári nagy fasságokat beszél, oltári nagy fasságokat, de 1%-ban azért lehet igazat adni neki. Na tessék, itt az előbb volt 40 kiló, itt most van plusz 40 év. Gordon Barnsley 2.0. Mik vannak itt a Jézus? Mi ez? Ábel miért tojás? Én miért vagyok egy csirke? Red Dead Redemption. Mi ez? Még jól is néz ki? Van GTA-s? Hoppá! Barney Game... Nem. Grand Theft Barney, vagy Barney Theft Auto. Barney Gameplay. Mi a szar? Srácok, ez mi? Amúgy ez nincs rosszul megcsinálva, mert oké, ki vannak torzítva a vállaim, meg hát azért enyhén a fejem is. Ez a fux, ez nem tudom mi. Ez az óra nem tudom mi. Ez a tetkó nem tudom mi. Ezt a képet nem értem, hogy mi. Török Barney. Amúgy figyú, ez bármennyire is szarul van megcsinálva, bármennyire is ilyen pixeles, meg egy ilyen... Ez nem is egy turbán szerintem, ez egy törülköző inkább, egy ránézésre, meg bármennyire szarul van megcsinálva, ebben van ötlet. Ebben van fantázia, ebben van egy pücsi kreativitás szerintem. Talán ezzel kicsit többet dolgoztatok. Miért küld be valaki videót egy photoshopos izéhez? Ott van! Doboz. Holy szent szar! Azt a Már bocsánat. Hát ez gigalike. Ez semmi köze nincs a Photoshophoz, de ez azért ez... Azt a rohadtát hogy tudtok rajzolni. Nagyon szépen köszönöm, Enikő. Arra lennék kíváncsi, hogy lesz-e olyan kép, amitől... Előtte versus után. Figyelj, hogy megmondom, lóg le az egész. Arra lennék kíváncsi, hogy lesz-e olyan kép, ez nem én vagyok, ugye? Amire azt mondom, hogy ilyen ultra giga Photoshop van rajta, és hogy tényleg sok meló volt vele. Valószínű nem ez lesz az. Vagy valami, ami... Mi a f... Ott van! Ott a gyúrós content! Ki vagyok buszva? Egy kis edzés. Annyi, hogy szétfeszül a nadrág, szétszakad a nadrág a combomon. De csak egy kis edzés. A kreatívit, amúgy kreatívak vagytok. Nincsen sok meló. Nincsen sok meló ezekben a képekben. Nem ülök a sörcsök, Barni. A szar, srácok, mike... Jó, Dani, ezt vitted. Ezt idáig, poén szinten ma idáig vitted. Barni ex Logan Paul. Lehet ilyen keveréseket csinálni? Top Gun! Top Gun Barney Edition! Ott van! Még nem láttam a Top Gun, kövezzetek meg, de mindenki azt mondja, hogy tök jó film. Csak úgy vagyok, hogy meg kellene néznem előtte a régit, és utána az újat. Még akkor is, hogyha meg lehetne nézni egyből az újat.
Végre! Végre! És hát nem végre. Most látom. The most beautiful girls in the world. Girl in the... Oh shit. Milyen durva lenne, ez lenne a Vogue-nak a címlapja. Ez az izé fejlő. Milyen jó lenne egyszer címlapon lenni? Címlapon nem voltam még soha. Amúgy ezek ilyen, nem tudom, nekem egy kicsit ilyen bakancslistás dolgok, hogy egyszer valamiért címlapon legyek, illetve hogy egyszer, ami nagyon nagy bakancslistám, az az, hogy kint Pesten a Deákon, a középső legnagyobb plakáton egyszer valamilyen úton, módon kint legyek egyedül. Amikor túl sok a protein. Legalább színeztétek volna át, ennyi melót kisporolni, csak egy kicsit kéne azt a csúszkát áthúzni zöldbe. Ennyi lenne az egész, és tök jó lenne a kép. Babosi Barni. Gyerekek, én letörlöm az internetet. Az egész lakásból kiköttettem az egészet. Mi a jó büdös? Amúgy nem tudom miért ezek a borítóképek, ezek rohadt gizdák. Nem magamat dicsérem, de hogy így... Eskü! Mert ez jó poén, meg egy szar, de... Tehát ez tökre passzol, az a Red Dead Redemption-ös is jó volt. Sokat dolgoztam vele, remélem tetszik. Ez azért túl sok meló nem volt vele, de azért tetszik. Köszönöm szépen, Laura. Nézzünk még valamit, valami, ami ilyen nagyon extra lenne. Mi a lószar? Valami, amitől... Beszarok. Ez a kép, srácok, ez lesz az utolsó kép, de ez a kép az, ami a komplett közép határon van, és nem tudom eldönteni, hogy ez poén és direkt szar, vagy pedig ez komolyan van véve, és ez egy tényleg jó szándékú kép. De döntsétek el ti, én remélem, én inkább az utóbbira hajazok. Köszönöm szépen, Dániel. Nyári Barni, mert tudom, szeretsz utazni. Igen, köszönöm szépen. De mi ez a fej? Mi ez a fej? Mint akit egy vasalóval kisimítottak. Én nem így nézek ki. Nem nézek ki ilyen jól. Átverés! Átverés!